La Horace Lang. Jó, hogy kiállott a sárkányt, nem tudom, hogy szeretném megkérdezni. Gál Tamás, hát a Golyabáli produkció az lesz a legjobb rész, amikor én fogok a műsorvezető lenni, és Edei Mónikával. Kérdezz, hogy nem akarok az Mónika? Szóval mi fogjuk vezetni a műsort, ez a része nagyon jó lesz. A produkciók a negyedik zé előadása az már mindenképpen felülmúhatatlan lesz. A harmadik zé abban sok lesz a pálinka, megmondom nektek. De a Pálinkának annak este kell, hogy jöjjön. Azzal előtt csak egy kicsit fogunk melegíteni Leventével és Alexe, de Alex már nem, ő meg hiesett. És ezután következik majd a buli. A bulira nem mindenki jelentkezett, és ez nagy felháborodást keltett néhány negyedik zés diák körében, akik nem szívesen beszélnek most már még velünk se, csak próbálnak szivatni, hogy most ezért, meg azért, meg azért. Értsük, de. Értsük, és szeretnék Zsendei Mónikát megkérdezni, hogy hogy gondolja, milyen Gál Tamással lévő munka? Lévő kapcsolatukról szeretnék hallani, hogy mint társ, hogy viszonyulnak egymáshoz? Csak is munkatársa viszonyul. Csak is munkatársi viszony. Mondhatok egy pár szót az egyességünkről? Történt mi köztünk, még első osztályban jártunk egy olyan egyesség, miszerint Mónika, hogyha 49 év múlva nem találna magának megfelelő férjet, ha meg lesz engedve a Ukrajnában a bigámia, azaz a több nejűség, én, Gál Tamás személy szerint feleségül fogom venni Angie mellé. Hát erre szavakat nem találok. Hogy nem talál rá szavakat? Mónika, te ezt hogy gondolod? Te ebben bennél vagy? Vagy most nem tudsz rá szavakat? Addig keresek magamnak valakit. Én még 50 év múlva is vitkós leszek. És én 50 év múlva Tamás, kérdés szépen, hogy mutasd be nekem a társaság többi tagját. Be szeretném mutatni Bilák Andrea, fő énekesnő, mezzoszoprán hangjával. Andrea. Néhány szót. Andrea, hogy gondolod, milyen lesz a Golyabál? Hát, remélem, hogy a legjobb. Hogy a legjobb? Az eddig valaha látott legjobb Golyabát tudjuk bemutatni Andrea szerint. És te milyen személynek látott Tamást, mint Golyabát szerint? Szerintem ő a legmegfelelőbb ember erre a posztra. Ja, mondtam, most annyira nem is jön benne, hogy leszállt. Köszönjük szépen, Andrea, menjünk! Nézzék az előtt! Tomás! Hozzá előtt! Nézzék meg! Karolina, Magyarok! Állj meg, Levente! Magyarok Karolina, az osztályunk sztárosztálya. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy te hogy hogyan érkezel ezt a próbákat, vagy csak úgy. Énekelek, jó. Nem, én szépen megkérdeztem, kérek szépen válaszolni a Sárkaház TV-nek, hogy te hogyan értékeled. Milyenek a közös próbák, milyenek fogod látni? Főleg a keringesek, nagyon jó. Csak a keringesek? Igen, csak is. És a Golyabáli partit, hogy hogyan tegyzeled el? Sehogy. Nem lesz a nem. Nem lesz a szóval, mely is kilőve. Az egyik gyülekezik. Megtaláltuk az egyik bűnöst. Megyünk tovább. Marica! Maricát szeretném megkérdezni, hogy ti hogyan is gondoljátok, hogy milyen a készülődés, a Golyabál előtti felhajtás, hogyan érkezik először, te mondtad. Nagyon jó, mert nem megyünk korrel. És csak ennyi? De kérdezz, hogy nem röhögtem. Nagyon jó. Nagyon jó a hangulat. De kérdeztelek, hogy a mikrofonon kell. Nagyon jó a hangulat, és a próbák, és minden. És nagyon szeretem Gabit. Jó, állj meg Gabit. És Gabit, és a kerülőjárvához. Igen, én is szeretem Maricát, és az egész negyedik zét. Üzenem mindenkinek, hogy várjátok rá, nagyon jó buli lesz. Nagyon jó műsor lesz. És... De várjatok most, mint műsorvezető, vagyis meg szeretném tőletek azt kérdezni, hogy ti szeretnétek egy csinálni, hogy valami közösség lesz, vagy mi téged is szeretnék? Ez barátság. Engem szeretnek. Gyertek! Vizelemetet szeretném kérni! Te, mint Gelci lakos, te hogyan értékeled, mit gondolsz? Miről is? Hát a Golyabáról, ugyanaz a téma. Hát szerintem nagyon jó lesz, az eddigi legjobb lesz szerintem. De hát ne legyél lámpalázos, hanem mondjuk. Nem vagyok lámpalázos. Akkor rögtön nézzük a kamerába, és nem nézzük. Ez az eddigi legjobb Golyabál lesz, amit a negyedik év fog rendezni. Jó, köszönöm szépen. Mindig a negyedik év rendezünk véget ért. Viszlát.